jó, ha levesetek megvan, aki készen van, azt tálalhatja. Nagy volt a sürgésforgás a Tolna megyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum szakképzőiskolájának tankonyhájában. A két napon át tartó Snita Sámuel emlékverseny döntőjében résztvevő diákok már kora reggel nekiláttak az ételek elkészítésének. Csináltunk egy tyúkhúslevest, csirke koronggal, ami répával van töltve. Ez egy bagel, olivás, citrusos fűszervajjal, és a főételünk az egy szuvidált szarvas. A szakács, cukrász és pincér tanulóknak csapatban kellett dolgozniuk. Az elkészített menüsort szervírozták is a munka végén. A hazai pályán induló fiatalok igazán kitettek magukért. Mindenféleképpen nagy segítség abból a szempontból, hogy tudjuk, hogy mi hol van. De hála Istennek a többieknek sem nagy nehézség, mert föl van feliratozva minden pontosan, és ők is elég könnyen úgy látom, hogy már ki tudtak itt igazodni, és egészen otthon érzik magukat. Ezek a felvételek pedig már órákkal később a díjátadón készültek. A Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja szerint az ilyen megmérettetések megfelelő lehetőséget biztosítanak a diákok számára, hogy megtapasztalják, a munkájuk során minden esetben a legjobbra kell törekedniük. Nagyon gyönyörű munkák készültek a mai napon. Nagy pörgés volt a konyhán, a cukrászműhelyben. A gyerekek nagyon oda tették magukat. Én ennek nagyon örülök, mert hogy erről szól az élet, meg erről szól majd a jövőjük is, hogy oda kell tenni magukat, pörögni kell, minőségi termékeket előállítani, minőségi gasztronómiát csinálni. A szekszárdi csapat végül a negyedik helyet szerezte meg.